Eredményes és eseményekben gazdag 2018-as évre tekinthetett vissza a hagyományos sportgálán a Megyei Fogyatékos Sportolók Szövetsége. A speciális képzés nyújtó intézmények tanulói 13 sportágban indultak el a diákolimpiai versenyeken, és több mint 20-nyi érmet szereztek az országos döntőkben. A Continental Arénában megrendezett díjátadó ünnepségen az országos szövetség elnöke is méltatta a megyebeli fogyatékos sportolók teljesítményét. Jó a közösség, jó az egész dolognak, az egész gálának, a sportolók, a sportvezetők, az edzők, a vezetőknek a közös energiája. Mindig azt érzem, hogy itt valódi közösség van, valódi sportközösség van, és a fogyatékosok sportját azt olyan megtisztelés és megtiszteltetés veszi körül, ami példaadó az egész országban. Úgyhogy örömmel jövök mindig Nyíregyházára, és örömmel veszek részt a megyei gálán, mindig nagy öröm meg a legjobbak közül a legjobbakat díjazni, és ez idén sem volt másképp, úgyhogy ha megtisztelnek a szervezők azzal, hogy jövőre meghívnak, akkor jövőre is itt leszek. A versenysportban elért eredmények alapján a világbajnok fekvenyomó Tóth István, az ülőröplabdázó Mányik Attila, a vakfociban és csörgőlabdában jeleskedő Tátrai Róbert és a sakkozó Szilágyi Éva mellett a kerekesszékes vívó Tarjányi István részesült elismerésben. A tavalyi Európa-bajnokságon sérülés szenvedő sportoló a héten már Dubajban szerepel egy világkupa versenyen. Készülünk a versenyekre 100%-os erőbedobással, ugyanis már beszámít ez bőven a paralimpiai pontszámításba, tehát minél jobb eredmény elérése a cél számomra. 6-7 világkupa lesz és egy világbajnokság is lesz idén. A gálán a versenyzők mellett edzőik és a felkészítő testnevelők vettek át elismeréseket, valamint díjazták azokat az intézményeket, amelyek a fogyatékkal élő fiatalok szellemi és fizikai előremenetelében vállalnak szerepet.